Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit valószínűleg, hogy a címből és a ruhámból már láttok, hogy egy csak egy színű sminket fogunk készíteni, és amit a felsőmből láthattok, hogy narancssárga szín lesz végre a soros. Nagyon régen nem csináltam már egy színű smink videót, nem tudom, hogy miért, elmaradt, viszont úgy éreztem, hogy a mai nap tökéletes arra, hogy végre folytassuk ezt a sorozat féleséget. És van egy szuper hírem, legalábbis remélem, hogy szuper lesz. Rendeltem még nagyon régen Aliról, ilyen természetesen, hát honnan máshonnan, ilyen kis szemalátéteket, ami ugye azért van, hogy ahogy felrakjátok, megadjon egy nagyon éles vonalat a szemsminkednek, a tusodnak, vagy aminek éppen szeretnéd. Viszont egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban, ami miatt nem használtam még őket egyszer sem, hogy ez azt jelenti, hogy először kell a szemsminkemet csinálni, és utána az alapozást, amit, hogyha jobban belegondoltok, és legalább egy videót láttatok tőlem, akkor tudjátok, hogy nem csinálom soha. Eddig életemben talán kettőször, ha csináltam, és mind a kétszer arra jutottam, hogy nem szeretem. Legfőképpen talán azért, mert amikor teljesen natúr arcra kezdek el szemöldököt csinálni, valahogy mindig katasztrófa lesz a vége, úgyhogy én remélem, hogy ez a videó nem így fog végződni egy katasztrofális szemöldökkel. Terveimben az szerepel, hogy egy csodaszép, élénk, narancssárga, csillogós, nagy tusos, nagy pillás szemet fogok csinálni, szemsminket, egy ilyen tökéletes szemöldökkel. Hát igen, ember tervez, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény, de hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem, kicsit közelebb hozlak titeket, és kezdjük is el a videót. Olyan jó, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, nem? Még mielőtt elkezdeném a sminket, szeretném nektek megmutatni, hogy milyen palettákkal fogok remélhetőleg ügyeskedni ma. Illetve nem is feltétlenül paletták számítanak, hanem kifejezetten a narancssárga színek. Van itt nekünk ez a kis pindurpandúros, nagyon baba, sötét, picit csillogós sárgánk, ami nagyon-nagyon ilyen picit hajlik már pirosba, de még azért szerintem bőven narancssárgának elfogadható. És ehhez kapcsolódik a rúzs is, ami egyértelműen ez a szín lesz. Ezt egyébként nagyon szeretem más színű szemmel is. Teljesen ugyanaz egyébként a két szín. Természetesen kihagyhatatlan pontja a mai sminkünknek a James Charles paletta. Ebből ezt a narancssárgát fogom valószínűleg használni. Ez is narancs, de egy kicsit barnás. Ez a kettő meg inkább piros, és ez megint csak elfogadható lenne narancsnak, viszont mutatom, hogy miért nem fogjuk ma használni. Erre egy nagyon-nagyon jó okom van, amit egyébként majdnem elfelejtettem, és az utolsó utáni pillanatban hoztam ki, és ez nem más, mint a Tati Beauty palettám Story sora, ami egyértelműen narancssárga, iszonyatosan gyönyörű, és van még egy valami, amit nagyon szeretném, hogyha tudnánk használni, és ez pedig a pindurpandúros sziporkás pigmentporom, ami gyönyörű, és nagyon szeretném, hogyha... Vajon hányszor mondtam eddig, hogy nagyon szeretném? De a lényeg, hogy nagyon szeretném használni. Nincs más hátra, mint előre elkezdem a sminket a szemöldökömmel, amit most egyébként, ha megtalálom, egy világosabb szemöldök pomédet fogok használni. Normál esetben ezt a 4-es árnyalatot használom, most viszont a 3-asat fogom. Teljesen szét van az életem. Hol vannak a cuccaim? Tudnátok, hogy milyen káosz és szenvedés volt, mire ezt a videót elkezdtem felvenni. Remélem, hogy szeretni fogjátok legalább. Mondjam, hogy ez eddig egész gyorsan ment, és nem is volt olyan bonyolult. Még a végén lehet, hogy megszeretem ezt a sorrendet. Mostanában valamiért jobban szeretem, hogyha egészen lapos a szemöldököm alja, majdnem, hogy egyenes. Remélem látjátok, hogy csak egy nagyon-nagyon kicsi ívet teszek bele.
mivel egy nagyon erős sminket fogok készíteni, reményeim szerint, így nem bánom, hogyha jó erős a szemöldököm is, nem fogja elvenni igazából a hangsúlyt a szememről semmiképpen. Következő lépésben egy kis kefével megigazítom a szemöldököm elejét, és egy laza átmenetet csinálok oda. És most nem kell azzal foglalkoznom, hogy elkenődik-e vagy sem, mert ugye még sokszor fogunk törölni. Még a végén lehet, hogy tényleg technikákat fogok itt cserélni. Jöhet az a rész, amikor felrakjuk a kis papírkáinkat. Egyébként ez a papír nagyon sok mindenre lehet jó, de szerintem a rendes sminken kívül gyakorlásra a legjobb, hogyha nem tudtok vagy nem vagytok biztosak a tusvonalban, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Be tudjátok állítani a szöget, hogy hogy szeretnétek, hogy a tusvonal feküdjön végül is, és nem kell odafigyelnetek a szögére, csak a felső vonal tisztaságára, hogyha ezt így értitek. És most lehet, hogy nem fogjátok jól látni, de igyekszem felrakni. Ami nekem most fontos, hogy nem szeretném véletlenül se túl rövidre hagyni, inkább egy jó cicás szemet szeretnék. Úgyhogy nagyon-nagyon közel fogom tenni az alsó szempillavonalamhoz, és megpróbálom a meghosszabbításában igazából feltenni. Jaj, de kényelmetlen. Próbálom elképzelni, hogy hogy fog kinézni a smink, hogyha ezt így hagyom. És most megpróbálom ugyanúgy felrakni. Mit gondolunk? Őszintén megmondom, nekem nem tűnik egyformának. Úgyhogy a vak szerencsére bízzuk. Amit egyébként ellestem olyan sminkesektől, akik sokszor sminkelnek így, hogy nyilván a szemet le fogjuk alapozni P. Louis bázissal, ami egyértelmű, viszont úgy szokták csinálni, hogy az orrnyerget is lealapozzák körülbelül idáig, ami azért fog nekünk segíteni, mert hogyha kihozzuk a sminket mondjuk idáig, akkor nem fogom tudni lealapozni utána, úgyhogy először az orrnyergemet le fogom alapozni. Itt egy kis fun fact, újra kipróbálom ezt a Juno & Co. szivacsot, ami egy velvet szivacs, és kettőt vettem belőle. Az elsőt, amikor próbáltam, és valahova elpakoltam, úgyhogy ez a második. Nagyon nem tetszett, nagyon szerettem volna szeretni, de valamiért egyáltalán nem tetszett, úgyhogy remélem, hogy most jobb benyomásom lesz róla. Azt hiszem, nagyon hosszú lesz a videó, rengeteget beszélek feleslegesen. És akkor... Következő lépésben a jobb oldali szemecskémet le fogom primerezni a P. Louis B-szemmel, amit az egész szemhéjam területén egyenletesen vastagon eloszlatok. És nagyon odafigyelek rá, hogy a szemöldökömet alulról kontúrozzam. Ja, amúgy ezt szerettem volna mondani, hogy azon gondolkozom, hogy csinálok egy extrém cut crease-es videót, egy dupla cut crease szeretnék csinálni nagyon régóta, de valahogy nem vettem rá magam, mert félek, hogy elrontom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mikor is lehetne jobb idő erre, mint most karantén ideje alatt. Úgyhogy ha tetszik az ötlet, akkor léci jelezzétek, és megcsinálom. Ezen szerintem soha nem leszek túl, hogy mennyire gyönyörű a fedése. Egyik szememet fogom csak kamerán csinálni, a másikat azt majd kamerán kívül intézem. De az első az a James Charles palettából, ez a nagyon-nagyon szép narancs. És az a tervem vele, hogy ide elkezdem felütögetni egészen magasra, és egész előre hozom a belső szemzugomig. És mivel szeretnék csinálni egy cut crease videót, így most semmiképpen se azt szeretnék csinálni, és nem a technikára próbálok meg most koncentrálni, hanem inkább a színekre, és arra, hogy egy nagyon rikító, nagyon szaturált színt kapjunk. Úgyhogy most addig fogom rétegezni ezt a színt, míg meg nem vagyok elégedve a fedéssel.
odafigyelek nagyon, hogy itt az illesztésnél is legyen elég szín, mert nem szeretném, hogyha amikor leveszem a papírt, akkor ilyen lyuk maradna ott, vagy halványabb lenne. Ezt elfelejtettem mondani is szerintem. Van még egy színünk, méghozzá a Shane Dawson Jeffree Star kollabból. Ez a Cheese Dust nevezetű, ami egy kicsit sötétebb, mint az előző színünk. Ez lesz a következő, amit a mélyítő vonalamba kezdek elfelrakni, és a szemem 3/4-ig hozom be körülbelül, egészen ki a papírig. Felfele óvatosan eldolgozom, és kicsit kimélyítem a mélyítő vonalat. Szeretném ezt a részt itt csak sötéttel megcsinálni, és először ebből fogok felvinni, ezt elkezdem egy kicsit felépíteni, utána pedig a szekvinnel rá fogok menni, hogy legyen ott egy kis csillogás, és meglátjuk, hogy ide mi fog kerülni, mert abban még nem vagyok biztos. Figyelek rá, hogy kellőképpen felfele is mozogjak vele, mert tudom, hogy nagy tust szeretnék csinálni, vagy hát nekem nagy, én nem szoktam akkorát csinálni, amekkorát ma fogok, és itt is nagyon figyelek rá, hogy építsem a színt. Először kicsit ütögető, nyomogató mozdulatokkal viszem fel, utána pedig nagyon-nagyon óvatosan eldolgozom az éleket. Ez szép! Úgyhogy most előkapok egy lapos ecsetet, veszek fel pár húzásnyit a szekvimből, és megpróbálom úgy, hogy felvegyem vele a kis csillámokat is. Fújok rá egy-két spriccelésnyi fixálósprét, és felütögetem. Pont így akartam erre a részre. De lépjünk tovább, és szerintem ide, belőre nem akarok még mindig cut-crease csinálni, viszont szükségesnek érzem, hogy tegyek egy kevés csillámragasztót a szemem majdnem felére, és szükségesnek érzem, hogy ezt felhúzzam idáig, mert könnyezni fogok tőle. Soha nem próbáltam még, de úgy érzem, hogy most eljött az ideje. Először ide középre fogok tenni belőle, kicsikét fentebb, mint ahogy ugye az eredeti, mélyítő vonalam van, és egy ecsettel a pindur-pandúros pigmentport elkezdem beleütögetni. Nem maradtam le a száradási időről. Ez nagyon stresszes volt, de sikerült. És nagyon óvatosan megpróbálom megkeresni a vonalat, ameddig felraktam a ragasztót. És egy picikét az ecsettel elkezdem kilapítgatni és bele nyomogatni a ragasztóba. Majd, hogyha úgy érzem, hogy mindenhol van már, és igazából szépen odaköt, akkor eldolgozom itt a szélét, ne legyen sehol éles vonal. Felveszem a maradék ragasztót a kezemről, és elkezdem felvinni a szemem belső sarkába is, folytatva ezt a vonalat. Lehet, egy kicsit sokat raktam. És ide pedig a Story, tehát a narancssárga színt a Tati Beauty palettából veszem fel, és nyomogatom bele. Tényleg sokat raktam, basszus, baj van. És természetesen ezt a kettőt is összedolgozom. És ebből viszont teszek a belső szemzugomba is, viszont oda már ragasztó nélkül. Annyira nincs egyébként nagy különbség szerintem a
két szín közt felvéve, mint ahogy a kis tartályukban látszik. És a legfontosabb, ami elmaradhatatlan, az egy kis csillám. Ezt pedig csak középre fogom felnyomogatni. Úgyhogy most visszaragasztom ezt az oldalt, és kamerán kívül megcsinálom a szememet, ugyanilyen állapotúra, mint ez, és utána folytatjuk tovább. Most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, amikor mindenem csillog, mindenhova le van szóródva minden. Lehet egyébként, hogy egy kicsit bőkezűbb vagyok így, hogy tudom, hogy le fogom törölni úgyis a maradékot, vagy hát ami leszóródott. És most pedig jöhet a tús, ami őszintén megmondom, hogy nekem is megnyugvást jelent, hogy van egy vezető vonalam, és legalább egy oldalon nem kell foglalkoznom. A lásos tusomat fogom használni, Anger, nyilván fekete színben. Kifejezetten szeretem ezt a tust. Tudjátok, azt már csomószor megbeszéltük, hogy jobban szeretem ecsettel felvinni a zselé állagú tusokat, viszont ez még folyékonyabb, mint a többi zselé állagú, és ezt kifejezetten szeretem benne. Úgyhogy egy jó nagy adagot kiveszek a kezemre, kicsit sem higiénikus és profi módon, de nagyon kényelmes. És akkor, úristen, de para, ez így jól fog kinézni, annyira nem egyformán ragasztottam egyébként fel, hogy az valami hihetetlen. Most már mindegy. A szemem felétől kezdem el, és szépen majd bevezetem még jobban. Egy nagyon vastag, nagyon drámai hatást szeretnék elérni, legalábbis nekem biztosan az lesz, tekintve, hogy legtöbbször nem is használok tust, és ha használok, akkor is nagyon vékonyan szoktam. Úgyhogy először megrajzolom egész lentig, és odafigyelek, hogy a legapróbb részletet is kitöltsem, anélkül, hogy bekönnyeznék. Majd elkezdem felhozni, próbálok egyenesen nézni. A bal kezem remeg, amiben tartom a tükröt. Ennél hosszabbat szeretnék még, de elsőre jó lesz így, utána majd elkezdem vastagítani még, úgy érzem. És nem kell foglalkoznom az aljával, csak kiszínezem. Hát ezt amúgy imádom. Esküszöm, egyszer megtanulok normálisan tust húzni. Hát ez baromira lefele van. Ne már! Csináljuk meg a másik oldalt, és meglátjuk, hogy mivel van dolgunk. Most talán egyforma, úgyhogy azt hiszem, hogy nem is piszkálom tovább. Itt látjátok egyébként, hogy van egy kis lyuk, ami ugye azért van, mert irtózatosan gyűrődik ott a szemhéjam, és hogyha teljesen kitöltöm, akkor plusz hullám lesz, úgyhogy így kihagyok egy kis részt, és így egyenes, amikor nyitva van a szemem. És akkor eljött az igazság pillanata, amikor leveszem a tapaszokat. Lássátok ti először, én azt mondom. Most írjátok le, hogy mennyire rossz, és utána kinyitom a szemem. Oké. Ó, basszus! Hát ez nem egyforma. Véletlenül se. Ugye mondtam az elején, hogy nem egyformán ragasztottam fel. Úgyhogy a következő lépésünk az lesz, hogy letörlöm a szemem alatt lehullott szemfestéket, és megcsináljuk az alsó szempilla vonalamat is. Hogy elnyomtam úgy itt az arcom? Még nem tudom, hogy melyik narancssal szeretnék végigmenni alul, de az biztos, hogy a P. Louis Base-ből fogok feltenni mind a két oldalra, hogy jobban tapadjon oda is. Először a Shane Dawson-os narancssal fogok kezdeni.
amit középre teszek, mind a két oldalra. Majd jöhet a tatis szekvin a külső harmadra. Előveszek egy kisebb, lapos, de mégis pufi ecsetet, és elkezdem elsatírozni, és egy kicsit felhozom ide a tus mellé is. Hát, ha ezzel tudom finomítani kicsit a kis bakimat, hogy tök nem egyforma egyébként a két oldal. És jól össze és eldolgozom. Utána majd még fogok rajta egyébként erősíteni, de látjátok, hogy egész szép. És a belső sarokba, vagy a belső egyharmadba pedig természetesen metált fogok tenni. Yes! Nem olyan rossz. Így azért kezd összeállni, nem olyan rossz. Még arra gondoltam, hogy még egy kis plusz legyen az egészbe, egy nagyon-nagyon kicsi csillámport ideütögetek alulra. Most pedig jöhet még egy törlés, ahol a legutolsó kis leszóródott darabokat is leszedem az arcomról, és végre elértünk az alapozáshoz. Második lépésben pedig fogok feltenni egy nagyon kevés primer olajat, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor egy kis ecsetke segítségével az utolsó cseppeket is kihalásszuk az egyik legvilágosabb alapozónkból. De egy icipici sötétebb alapozót is húzok ide. Lássuk a szivacsot. Nem olyan rossz. Nem a kedvencem. Egyértelműen. De... Következő lépésként jöhet a korrektor, ami jelen esetben egy Jeffree Star C6-os árnyalat, és ezzel fogok igazán közel menni az alsó szempilla tövemhez. Szóval, összességében néhány helyre elég nehézkes vele beférni, és nem tudom, nem mindig érzem teljesen egyenletesnek a hatását, olyan, mintha pici kis sörtéknek a helye ott maradna, de ettől függetlenül végeredményben tök szép. Vízi hulla? Esküszöm nektek, hogy kamerán sokkal fehérebb vagyok, élőben nem nézek ki ennyire halottnak. Befejezem az arcom többi részét, és a szememet, felteszem a pillát, de aztán visszajövök, és a rúst együtt rakjuk fel. Őszintén megmondom, hogy egyáltalán nem bánom a végkimenetelét ennek a sminknek. Pillával együtt nem is tűnik fel, hogy mennyire elrontottam igazából a szög beállítását. És szerintem, hogyha felkerül a rúzs, akkor az még jobban megkoronázza majd ezt a csodálatos minket. De most tényleg viccen kívül, így majdnem azt mondom, hogy jobban tetszik, mint a zöld. Talán. Szájceruzának a Kylie Cosmetics-es 20, azt hiszem, hogy az a neve, 20 szájceruzát fogom használni. És jöhet a rúzs, ami egy Ádenes rúzs, 28-as számú.
minden nehézség ellenére elkészült a csak narancssárga smink. A végére azért csak beleszerettem, rúzsal együtt tökéletes. Nem sok szín maradt már hátra, de hogyha van ajánlásotok, hogy melyik legyen a következő, azt belátható időn belül meg fogom csinálni, és választani fogok a kommentekből. Nyilván amelyiket a legtöbben írjátok, az lesz a nyerő. Ezen kívül pedig kifejezetten érdekelne, hogy milyen termékeket szeretnétek, hogy kipróbáljak. Van-e bármi olyan új smink cucc, amire kíváncsiak vagytok, hogy milyen lehet? Csak egy márkás sminket nem fogok most csinálni, de egy-egy terméket nagyon szívesen kipróbálnék újat. Úgyhogy ha erre van ajánlásotok, akkor azt is írjátok meg a komment részlegbe. Remélem, hogy tetszik a végkifejlete a sminknek, hogyha igen, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot a videóra, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, mert még mindig az 50%-otok nincs feliratkozva, és nagyon fáj ezt látni. És ha már feliratkoztok, akkor nyomjátok be a kis csengő ikont is, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!